Kemény Dénessel való beszélgetés után, és a vízilabdázók fantasztikus sikere után, meg az úszóink fantasztikus sikere után, meg visszatérünk a magyar valóságba egy másik sport kapcsán, amiben viszont nagyon sokaknak nagyon sok a bizodalma. Pont ez a bizodalom nem tetszett szerintem Varjú Lászlónak. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Mert ahogy mondtuk, a miniszterelnök nyilatkozott, a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatójának, ő készítette az interjút, és hát sok szépet mondott a magyar fociról. Ön meg itt ezt a gasztronómiai hasonlatot egyből megragadta, hogy ez a gulyásleves, ez lehet, hogy elkészült, csak senki nem nagyon eszi meg. Hát legalábbis keveseknek tetszik ez Magyarországon, ami történik. Különösen azért, mert azt hiszem, a miniszterelnök úr megfeledkezik arról, hogy mindaz, ami ma lehetőségként a fociban benne van, az elmúlt évtizedben folyamatosan fejlődött. Az elmúlt időszakban több száz műfűves pálya épült Magyarországon, tornacsarnok épült az iskolák mellett, amelyek szolgálják a sportot, és ugyanúgy, ahogy Budapesten akár uszodák vagy jégcsarnok épült meg, azok mind szolgálják azokat a lehetséges sikereket, mint amelyeket például most a vízilabdázóink valóra váltottak, amelyet csak gratulálni tudunk. Hát én hallottam egyébként az előbb már említett Puskás Akadémia kommunikációs vezetőjét, Szőlősi Györgyöt nyilatkozni, méghozzá annak kapcsán, hogy az európai bajnokságban hogyan szerepeltek a magyar klubcsapatok, hogy a bajnoki ősznek így vége lett júliusban, mert hogy mindenki kiesett maradéktalanul, és akkor ő azt mondta, hogy most rengeteg pénzt fektetünk a fociba, de ennek majd később lesz hozadéka, és most azért nincs hozadéka, mert Gyurcsány nem fektetett a fociba. Tehát a rég be nem fektetett, Gyurcsány hibaként be nem fektetett pénz miatt nem tudnak most focizni, de most Orbán jól befektett pénzt, és akkor majd egyszer fociznak jól. Hát Szőlősi úr konkrétan hazudik, tehát ugye vagy megtévesztették, és nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Én azt gondolom, hogy ezt ő nagyon rosszul látja. A dolog lényege az, hogy Magyarországon úgy tűnik, hogy mindenképpen van egy koncepcióbeli különbség, ami a sportirányításról szól, vagy a sport lehetőségeiről szól. Az egyik arról szól, hogy a tömegsportot, az emberek egészségét szolgáló, minél többeknek lehetőséget adó sportkoncepció legyen. Az uralkodó, ez ma nem így van, ma inkább a kiválasztottaknak szóló stadionépítés a jellemző. Például nagyon szemléletes adat, hogy Mezőköves labdarúgó csapata az egy éve most, amit a kormánytól egyszeri támogatásként kapott 400 millió forintot, az önmagában több, mint a szabadidősport tevékenységre fordított egész éves, összes klubnak, egész Magyarországnak szóló támogatás. Tehát ez egy óriási különbség. Itt a kiválasztottak jutnak olyan lehetőséghez, forráshoz, de Szőlősi úr sem feledkezzen meg arról a Bozsik programról, amire egyébként akár maguk is hivatkoznak. Amit én nem tudom, hogy ha mondjuk Gyurcsány idejében, akkor ezek szerint volt forrás, és akkor most már kéne is, hogy látszódjon ennek a eredménye. Hát akkor meg tényleg a Gyurcsány a hibás, ha most ennyire nem látszódik az eredménye. De mi ez a taugráf, vagy micsoda, amit hozott magával? Ez micsoda? Ez egy beszámoló arról, hogy egyébként eddig hogyan használták fel az ilyen módon rendelkezésre álló forrásokat. Az, amit lényegében a miniszterelnök úr itt magánadományokra hivatkozik, hogy ebből fejlesztik a focit. Azt mondta az interjúban, hogy a felcsúti stadion például magánadományokból épül. Ugye ennek semmi köze a valósághoz ismét, hiszen itt a társasági adókedvezményből, valamennyünk adójából egy ilyen bonyolult mechanizmus után, de lényegében az MLSZ-hez benyújtott koncepció alapján adnak támogatást cégek. Sok cég úgy látta, hogy az egy nagyon hasznos dolog, hogyha a Puskás Akadémiának, a felcsúti sportközpontnak ad támogatást, és hogyha ezt megteszi, akkor az bizonyára hasznos lesz az ő számára. Ez olyan, azért úgy képzelj el, hogy van egy cégvezető, mondjuk nem tudom, cérnát gyárt, és azt mondja, hogy hú, hát most akkor TAO-t azt ugye valakinek fölajánlhatom, és akkor leírhatom, kinehet. Hát ez se, hát most jut eszembe. Felcsúton nem épül egy ilyen sport nagy, nagyon nagy, mert akkor oda.
De ez olyan életszerű, nem? Hogy valakinek egy hirtelen eszébe jut, hogy biztos épül valami fel, csúton, akkor oda kéne. Az egész biztos, hogy a múlt év második fele az a megvilágosodás kora volt, és mindenki megértette, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a falu összlétszámánál nagyobb stadion befogadó képességű építményre van szüksége a foci társadalomnak, és ennek megfelelő eredmény is születik. Én már csak abban reménykedem, hogy egy kőbányásznak több esze van, mint a juhásznak. Igaz, hogy az utóbbit az bezárták érte, akkor, amikor egyébként a puszta közepére építette egy ilyen futballstadiont, majd egyébként benőtte a fű, mert semmi nem lett belőle. Volt olyan is, de azért ne legyen ilyen rossz akaratú, komolyan, most gondolja bele, hogy ott van valaki a nyugis szülőfalujába, a házába, kinéz az ablakon, a kert végébe eddig egy lucfenyő volt, és akkor egyszer kinéz, és ott egy stadion. Azért... egy stadiont lát. Hát azért az se lehet egy szép dolog, tehát így szerintem így biztos zavaró, hogy a tujasor helyett egyszer csak stadion lelátókat lát valaki. De még ezt is bevállaljuk. Még ez is beletartozik ebbe a történetbe. Bár szeretném azt hozzátenni, hogy én magam személyesen is, de azt gondolom, hogy sokan vagyunk úgy, hogy mi nagyon szeretjük a magyar sportot, és a magyar focit. Ez nem arról szól. Hogy szeretjük, vagy nem szeretjük a magyar sportot. Hát persze, hogy szeretjük. De nem is arról szól, hogy ön vagy én nem lennénk attól, nem is boldogabbak, de nem lenne jó érzés, hogy ez a csapat nyert, az a csapat nyert, mindegy, hogy törvívó, mindegy, hogy úszó, focista, hát ez mind a mi sikerünk. A mi nehézségünket, vagy a kritika tárgyát az váltja ki, hogy ezek a sportsikerek nem feltétlenül kellene, hogy áthassa a teljes mértékben a politika. Csodálkoznunk nagyon nem kell, mert összesen talán egy kezemre sincs ahhoz szükség, néhány ujjamra van szükség ahhoz, hogy megszámoljam, hogy hány hazai sportegyesület van, amelynek elnöke nem Fidesz országgyűlési képviselő, akinek az a dolga, hogy egyébként ott helyben irányítsa a szakmai feladatokat, mint például Dajcs Tamás az MTK elnökeként folytatja ezt a munkát, és éles versenyben vitatkoznak azon, hogy Kósa Lajos debreceni csapata, vagy éppen a Videoton a jobban szereplő, vagy szereplésre képes csapat. Hát az olyan mindenkiért, mindenhez. Köszönöm szépen, hogy itt volt.